Az év végéig további 51 milliárd forintot szán a kormány határvédelemre. A belügyminisztérium és a honvédelmi tárca azért kapja a forrást, hogy itthon meg tudják védeni határainkat az illegális migrációtól. Több mint 17 ezer magyar katona vett eddig részt az elmúlt több mint két évben a határvédelmi feladatokban. Ezt a munkát továbbra is ellátjuk, nyilván ennek van költsége. Nyilván az Unió erre nem nagyon ad pénzt, ezt nekünk kell megoldanunk, és mi garantáljuk ilyen módon is a magyar emberek biztonságát a jövőben is. Európa biztonsága sokat gyengült, ezért a napokban közös szándéknyilatkozatot írt alá 23 Európai Uniós tagállam külügyi és honvédelmi szakminisztere. Az Európai Unió védelmi zónáját megerősítő úgynevezett struktúrált együttműködés létrehozásáról. Ezzel a terrorizmus ellen is hatékonyabban lehet fellépni, mondta el televíziónk kérdésére a honvédelmi miniszter. Ezt mi kezdeményeztük annak érdekében, hogy legyen egy olyan katonai képesség az Európai Uniónak, amellyel a külső határokat tudjuk védelmezni, az állampolgáraink biztonságát ilyen módon tudjuk hatékonyabban garantálni, valamint válságövezetekben legyen olyan képességünk, ahova elvisszük a katonáinkat, meg a civileinket, akik egyébként tudják kezelni az ottani problémákat és helyzeteket. Ezen keresztül is csökkenteni tudjuk az Európára zúduló illegális tömeges migrációs hullámot, valamint a terrorista fenyegetettséget is. Az emberek kiállnak a magyar kormány mellett migrációs kérdésekben, emelte ki a miniszter beszédében, mert Brüsszel továbbra is kényszeríti a betelepítési kvótát. A magyar lakosság pedig a nemzeti konzultációval tudja véleményét kinyilvánítani. 1 200 000-en már visszaküldték a válaszokat, november végéig lehet kitölteni a kérdőíveket. A gyermekeink jövője a tét Magyarország és Európa identitásának megmaradása, ezért is sorsdöntő az előttünk álló időszak, hangzott el a fórumon.